Köszöntöm Önöket! Mai adásunk vendége Valentyikné Szakál Márta, akivel többek között élethosszígtartó tanulásról, környezettudatosságról beszélgettünk, és arról, hogyan lett a foltvarrás szerelmese. Tartsanak velünk! Annyira furcsa ez nekem, hogy bár te tulajdonképpen a dabasi közéletnek szerintem egy nagyon erős magját képezed, egy nagyon fontos része vagy, és az, hogy tulajdonképpen te a gyerekkorodat nem itt töltötted, és nem vagy tőzsgyökeres dabasi. Hol telt ez a gyerekkor? Budapesten születtem. 3 éves koromig éltünk Budapesten az apai nagymamámnál. Azután költöztünk Ágasegyházára, ott az anyai nagyszüleim éltek. Ágasegyház a Kecskeméttől néhány kilométerre, Izsák község, hogy talán azt jobban ismeritek. Tehát Ágasegyházára költöztünk, és akkor az óvodát, az általános iskolai tanulmányaimat én már ott végeztem. Úgyhogy, és egészen, hát az általános iskolából Kecskemét volt a középiskola, ott kollégista voltam, és akkor utána Pestre kerültem. Tehát az általános iskola, vagy a gyerekévek az Ágasegyházához kötődnek. És tulajdonképpen neked a pályád az egyáltalán nem pedagógusként kezdődött, hanem egészen más irányba, Dél-Pesten. Igen. Apukám mentős volt, és az egyértelmű volt, hogy én az egészségügyben szeretnék tovább tanulni, és hát ez egy rossz taktika volt a részemről ott a 8. osztályban, vagy 7. a továbbtanulásnál a választás, mert hogy én egészségügyi szakközépiskolában szerettem volna folytatni a tanulmányaimat, a középiskolai tanulmányaimat, de olyannyira egészségügybe akartam, hogy én már elsőnek beírtam a szakközépiskolát, másodiknak a szakiskolát. És akkor régen, szerintem most már nincs, de nem tudom, a Kecskeméti Bányai Júlia gimnáziumnak volt egy egészségügyi szakközépiskolai része is. Na és nagyon sokan a gimnáziumot jelölték meg akkor az első továbbtanulási helynek, és másodiknak, ha nem sikerült bejutniuk a gimnáziumba, akkor a szakközépiskolába. Na, mivel én először a szakközépiskolát, másodiknak a szakiskolát írtam be, így engem be se hívtak felvételre, hanem rögtön a szakiskolába soroltak be, mert azokat, amit már mondtam, hogy nem jutottak be a gimnáziumba, rögtön lesorolták a szakközépiskolába. Tehát én kiestem, én egy szakmunkás képzőiskolában folytattam a tanulmányaimat. Tehát a szakiskola és a szakközépiskola között, az a különbség, hogy az szakmunkás. Ugyanaz, mint most. Tehát, vagy az elnevezés már teljesen megváltozott, most már szakgimnázium, vagy már magam sem tudom követni, 2 év alatt is annyit változott, de az a lényeg, hogy én egy 3 éves szakmunkás képzőben végeztem, akkor azt szakiskolának nevezték. Tehát egy érettségi nélküli egészségügyi szakiskolát végeztem. És akkor tulajdonképpen 17 éves koromban ezt elvégeztem, és onnantól kezdve úgy, ahogy mondod, egészségügyben dolgoztam Dél-Pesten. Tehát a 17 éves koromban föl Pestre, tehát menekülés a szülőktől, bár nagyon szerettem otthon lakni, de úgy éreztem, hogy hát én Pestre akarok a nagymamához visszaköltözni, és akkor én Dél-Pesten kezdtem el a Dél-Pesti kórházban. Akkor az egy új kórház volt, nagyon sok új kollega, pályakezdő kollega kezdett ott akkor. Egyébként ott nekem nagyon nagy szerencsém volt, mert ott választhattam, hogy ápolónő leszek, 3 műszakban dolgozom, vagy volt hely a vértranszfúziós állomáson. És akkor én ott tudtam elhelyezkedni. És még nagyobb szerencse az, hogy amikor én jelentkeztem, akkor nem volt ott, tehát hogy a munkaügyre elmentem, a munkaügyről leküldtek oda a vérellátóba, és akkor nem volt ott a fő orvosnő. Csak a fő nővér vagy vezető asszisztensnek nevezték, vagy hívták, és akkor ő fölvett engem. És nyáron, amikor jelentkeztem, szeptemberben kezdtem dolgozni, első nap már ott volt a főorvosnő, és azt mondta, hogy ne haragudjak, de érettségi nélkül ő nem vett volna föl engem, úgyhogy én most már van szerződésem, tehát van 3 hónapom, és ő most megmondja, hogy sajnos nem fog tudni engem alkalmazni, mert nincs érettségim. Hát mondom, én már elkezdtem a középiskolát, az volt az első, hogy följöttem Pestre, megkerestem egy gimnáziumot, felnőtt oktatás, én szeretnék leérettségét, mindegy, sajnos nem lehet.
És a 3 hónap alatt nekem úgy kellett bizonyítanom, hogy azért, mert nekem nincs érettségim, én talán itt azért mégiscsak föl tudok mutatni valamit, és akkor ebből 20 év lett gyakorlatilag. Hát azért te tulajdonképpen a pályádat tényleg egy, tehát ahhoz képest, ahol most tartasz, azért nagyon, nagyon végig kellett járnod ezt a szamár létrát. Tehát, hogy tulajdonképpen azon kevesek közé tartozol, akik elmondhatja, hogy az oktatás minden szintjén, tehát, hogy a szakmunkás képzőtől a gimnáziumon át a különböző egyetemek. Fenntartó, sőt, szakképzés, tehát a középiskoláknak ez az ága. Szakképzésben dolgoztam, fenntartónál dolgoztam, szakképzési fenntartónál, akkor már ugye külön vált a köznevelési, illetve a szakképzési centrumok, tehát valóban iskola, a pedagógus pálya is iskolatitkári beosztással vagy megbízással kezdődött. Na, de ne is szaladjunk ennyire előre. Ugye 20 évet dolgoztál tehát a kórházban, de időközben azért elindult az irány Dabas felé. Ezt a házasságot hozta, hogy igen, itt telepettél le? Egyértelműen. Tehát megismerkedtem a párommal. Talán 2 hónap ismerettség után azt mondtam, hogy nekem ez a fiú kell. Hát 25 éves voltam, sok-sok szerelmen, csalódáson túlestem már, és akkor megismertem Ferit, aki már akkor egy komoly 30-on túli férfi volt, és akkor azt mondtam, hogy nekem ő kell. Tehát, hogy akkor már tényleg az volt a lényeg, hogy a család felé igazából, hogy föl tudjak nézni arra férfira, akit életem párjának választok, gyerekeim apja lesz, és akkor azt mondtam, hogy ő az, amikor megismertem. És akkor, hát ő Dabasi volt, és akkor egyértelmű, hogy ide költöztem. De még ingáztam föl. Hát nem 20 évet, mert közben 2 gyerek született, úgyhogy 6 évet itthon töltöttem, de 20 év Pest. És aztán, akkor már a gyerekek mellett azt mondtam, hogy följárni nem, és akkor kezdtem el itthon munkát keresni. Tehát tulajdonképpen ezt a váltást, ezt elsősorban a család indokolta, hogy szerettél volna egy picit kevesebb időt utazással eltölteni, és többet a családdal. Hát igen, elsősorban, de azért én az egészségügyben szerettem volna itthon is dolgozni, már mint Dabason, csak közben, ugye én már 2 főiskolát elvégeztem, tehát elvégeztem az intézetvezet, tehát ott a 20 év alatt az annyira meg akartam mutatni megmutattam a főorvosnőnek, hogy én valójában milyen vagyok. Azért, hogy én tulajdonképpen ez a mondat volt akkor az, ami beléd égett, ezt az élethosszig tartottan. Persze. Akinek nincs érettségi, ez nem ért, és azt mondta, hogy tényleg, akkor nekem lesz pár diplomám is mellé. Hát igen, hát ő kettőről tud, illetve hát aztán ő is, de azért tartottam a kapcsolatot vele. Na, szóval 2 főiskolám volt. Akkor már volt ugye rendszerváltás, privatizálták az intézményeket, és akkor az itteni orvosoknak, hát azt kell, hogy mondjam, hogy én már túlképzett voltam. Tehát akkor bértábla szerinti fizetések voltak, és nekem főiskolai diplomával azért hát több bért kellett volna fizetnie az orvosnak. Tehát mindenki azt mondta, hogy ne haragudjak, túlképzett vagyok, tehát hogy nyilván asszisztensként tudtam volna elhelyezkedni mondjuk itt a szakrendelőben. Hogy nekik elég lenne, hogyha csak érettségim lenne, és akkor szívesen fogadnának. De hát így 2 főiskolai diplomával már nem. Hát és akkor keresgéltem, és ami ugye váltás volt, vagy hogy erre indított, az, hogy a Kosztolányi Gyula igazgató fölhívott, hogy egészségtant kellene tanítani a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolában, a Reszki Bálintnél Reszki Zsuzsi akkor azt hiszem megszületett a fiacskája, és gyesen volt, és hogy ilyen óraadónak, és akkor mondtam, hogy de nekem nincs diplomám, csak főiskolai, de olyan nem pedagógus. Nincs. Igen, és akkor mondta, hogy jó, most akkor még ez nem volt, tehát főiskolai diploma, meg nyilván azt tudnám tanítani, amire ott szükség van. És akkor nem is tudom, el is kezdtem talán, amikor mondta, hogy de egyébként iskolatitkári állás is van. Hát és akkor az én fejemben mi volt, hogy hű, iskolatitkár, ez teljesen jó lesz nekem, hát a nyár szabad, teljesen, azért, de nem így van, tehát azért nem szabad az a nyár teljesen egészen, de én akkor azt gondoltam, de viccet félretéve, tehát azt gondoltam, hogy
jó, hát kipróbálom magam ezen a területen, és aztán lesz, ami lesz. Akkor még egyáltalán nem gondoltam, hogy utána még négy diploma született az ott töltött idő. Félelmetes vagy egyébként. És az, hogy, tehát, hogy itt most összesen 6 diplomáról beszélgetünk, tehát nyilván ebből látszik, hogy neked ez az élethosszig tartó tanulás, ez tényleg nem csak egy frázis, hanem valami, amit te mindeneddel érsz. De mi volt az, ami mondjuk 2 gyerek mellett téged még rábírt arra, hogy újra és újra beülj az iskolapadba? Mert ez jól láthatóan nem annyira külső kényszer nálad, mint belső. Hát valahogy úgy azt mondtam, hogy jó, persze, ha ott vagyok, és lehetőségem van, támogat az iskolavezetés, támogat a családom, hát akkor már miért lehet, 2 főiskolai, egészségügyi főiskolai diplomát megszereztem, akkor talán el tudom végezni ezt a pedagógia szakot is. És akkor már a pedagógia főiskolai diploma megvolt, hát akkor már ott az egyetemi, hát akkor már miért ne, hát próbáljam meg. Meg igazából hiányzott is az a fajta tanulás, meg valahogy könnyen ment. Tehát, hogy talán ez, hogy könnyen tanult, nem volt olyan nagy erőfeszítés. Nem azért, mert olyan végtelen okos vagyok, hanem gondolom, hogy jó indítatást kaptam, vagy tényleg ez a tanulásmódszertan nekem már akkor is ment, tanulmányok nélkül, tehát hogy tudok könnyen. Aztán persze benne van az is, hogy bértábla és több lesz a fizetésem, biztos ennél, és most erre térek vissza megint, de biztos, hogy benne volt ez is. Vagy hogy az én szüleim egyszerű munkás emberek, és tudom, hogy általános iskolában, nekem voltak problémáim a tanáraimmal, és úgy nekik is bizonyítok, és ha van főiskolai, hát akkor csináljuk meg az egyetemet. De akkor már megcsináltam az egyetemi kiegészítőt, akkor ott volt, azt mondták, másfél év a tanárszak. Hát akkor megcsinálom a tanárszakot, lehet, hogy itt a Kossuth Zsuzsában nem tudok majd dolgozni, akkor tudnék majd pedagógiai szakos tanárként dolgozni. Tehát akár az egyetemen kérték is, hogy maradnék-e az egyetemen tanítani, de hát nem szó sem róla. És aztán közben ugye már helyettes lettem a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolában, akkor már adott volt, hogy a közoktatás vezetői szakot is el kellene végezni. Vagy hát, szóval lehet, hogy a még több tudást szívok magamban, hogyha tanulmányokat folytatok. Szóval igazából így sok rétű volt, meg valószínűleg ez a bizonyítási vágy is. De azért magam is megdöbbenek, meg nem is szeretem ezt mondani, hogy 6 diplomám van. Nem is szeretem mondani. És egyébként tanított, tehát hogy a katedra mögött is álltál, tehát hogy a tanítás is az életed része. Hát igen, én a Kossuth Zsuzsában is elég korán helyettes lettem. Támogatott az igazgató úr, támogattak a kollégák, tehát ott volt a státusz, az igazgató úr javasolt, a kollégák javasoltak, a fenntartó elfogadta, megpályáztam, tehát elég korán. Itt ugye a gimnáziumban már úgy jöttem, hogy pályáztam a helyettesi beosztást, és ezzel jár az, hogy van bizonyos kötelező óraszám. Annál többet soha nem tanítottam, heti négy óráról beszélünk, illetve sok helyettesítés, de mivel nem vagyok szakos tanár, tehát azért nem is vágytam több órára. És akkor amiket tanítottam, vagy mit tud egy pedagógia szakos tanítani? Igen, ez nem ez a kérdés. Igen. Tanulásmódszertanórám volt. Egyébként az első pedagógiai diplomám, az a pedagógia szakos nevelő, így néven nevezve, tehát ott kellett szakirányt választani, tehát akik főiskolai, pedagógiai, főiskolai tanulmányokat végeznek, azoknak szakirányt kellett akkor, gondolom, most is választani. Lehet könyvtárszak, hasonló, én fejlesztő pedagógiai szakirányt választottam, és akkor tulajdonképpen a Kossuth Zsuzsannával nagyon jól jött ez a fejlesztés, tulajdonképpen a képességek, azok, akik még nem működnek úgy,
egy szakiskolába járó, szakmunkásképzőbe járó tanulóknál, tehát lehetett ezzel foglalkoznom, tanulásmódszertan. Itt a gimnáziumban pedig a tantervben van, vagy volt, még van, de már kifutóban etika, erkölcs tanóra, és akkor mivel én, nekem voltak ilyen szigorlataim, így tudtam ezt tanítani, bár ez olyan dolog, hogy ez igazából ezt úgy nem mondom én, hogy tanítottam, hanem hogy tényleg foglalkoztam, beszélgettünk a tanulókkal. De mivel tantár, tehát értékelnem kellett, minősíteni, tehát na, etika óra. Ugyanakkor a te életedben most is nagyon fontos helyet foglal el a környezettudatosság, és hát érdekes módon azért a világ is afelé halad, hogy egyre többet kell erről beszélni, és hát a klímaváltozást is a saját bőrünkön tapasztaljuk, akár itt ülünk most januárban, egy ilyen verőfényes 12 fokos januárban a térdig érő hó helyett. A környezettudatosság iránt hogy kezdtél el érdeklődni? Ez mindig is volt, vagy tulajdonképpen az idő hozta? Azonnal válaszolok a kérdésedre, de képzeld el, hogy én tegnap Balatonhenyén voltam Annáéknál, és hát olyan jó 10 centis hó van. Tehát úgy jöttem haza, hogy hóesésben csúszkáltunk, és elértünk a Velencei tóhoz, és ott már nem volt, csak latyak hó, és akkor tényleg most meg. Hát igazából Rudas Anita, ugye a Kossuth Zsuzsanna szakképzőiskolában mi kollégák voltunk Anitával, Anita terelt erre 10 évvel ezelőtt. Ő nagyon környezettudatos, nagy állatbarát, és mivel mi nagyon, még az irodában is együtt ültünk, és állandóan ezt mondta, hogy valamit csinálnunk kell, tennünk kell, és akkor valahogy meg nagyon megfertőződtem. Tehát nyilván már szelektíven régóta gyűjtjük otthon a szemetet, meg anyukám még, ugye mondtam, hogy egyszerű vidéki emberek, ott azért nem pazaroltunk, nem pocsékoltunk annyit, mert ugye ez is hozzátartozik a környezetvédelemhez, vagy hogy nem pazarlunk, nem pocsékoljuk el azt, ami van. De ez, hogy ez a szemetelés, ugye hát ezt tapasztalom, hogy gyerek, felnőtt egyaránt, nincs ilyen értékrend, nincs ilyen szemlélet. Tehát visszük ki a szemetet a határba, és ez engem annyira fölháborít, annyira bosszant, hogy ennyire szennyezzük a környezetünket. Aztán úgy régen nem volt ez a borzalmas csomagolás, ami most, hogy tele az üzletek műanyaggal, flakonok, minden, és hogy amit zacskó nélkül vásárolhatunk, vagy vásárolhatnánk, vagy saját készítésű zacskókban, zsákokban, szütyőkben, azt is tépjük le a nejlon szatyrót, és utána dobjuk ki, és ez nekem már úgy frusztrált, de tudjuk, hogy bántott, vagy rossz volt. És akkor így elkezdtem így a szemlélet formálódás, hogy bennem ez az érték megerősödött, vagy hát a környezet iránti elkötelezettség, és akkor hát változtattam, amint tudtam. Egyébként a háztartások szintjén én azért néha azt látom, hogy itt nem feltétlen kell föltalálni a spanyol viaszt, tehát hogy mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, tehát ha megnézem, hogy például az én nagyanyám hogyan él, vagy mennyi hulladékot termelt ő mondjuk 20 évesen, és hogy nem volt műanyag zacskó a szemetes kukában, hanem újságpapír volt, hogy a cukros papírokat, meg a lisztet, amit akkor még trágyadomnak neveztünk, az ugye adott volt, amit aztán beforgattuk a földbe, tehát hogy tulajdonképpen ez a fajta no waste gondolkodás ez azért az ő generációjukban egy teljesen normális hétköznapi létezés volt. Tehát, hogy valami azért mégiscsak az elmúlt 20-30 évben változott meg az emberek fejében ezzel kapcsolatban. Igen, tehát a fejlődés eredménye, vagy ez a városiasodás, vagy nem tudom, eredménye ez, hogy igen. És tulajdonképpen olyan furcsa, hogy az iskolák próbálkoznak, hiszen Dabason is tényleg a Julikáék volt, kezdte még el az óvodákban, ez az ökóvoda, meg ökoiskolák, most már nem tudom hány iskolánk, Dabasi iskola, ökoiskola, és hogy próbálunk, de otthon is kellene a családi
minta, tisztelet a kivételnek, és sem nem szeretnék senkit megbántani, de hogy miába tanítunk mi, vagy beszélünk erről, ha nem kap máshonnan is mintát, és aztán érdekes módon valahogy elfelejtődik, és ahogy felnővünk, felnőttek leszünk, valahogy az, amit tanultunk már óvodában, iskolában, az úgy elfelejtődik, és nem megyünk el saját szütyővel a boltba, pedig miért nem mehetnénk, és miért kell az a nejlon leszakítás és mérés, és nem tudom. Nagyon jó lenne, hogyha ez változna, és hát főleg ez a szemetelés, hogy a határba, és már járok most vonattal tényleg Balaton felé, és nézek ki a vonaton, és brutális, tehát hogy ott kidobálva műanyag flakonok, és hát bánt, fáj szinte. De egyébként tapasztalsz valamiféle szemléletváltást azóta, mióta ezzel foglalkozol, tehát mondjuk itt Dabason, tehát hogy lehet azt mondani, hogy azért az elmúlt években az emberek erre elkezdtek egy picit jobban odafigyelni, vagy lassan ugyan, de változik ez irányba? Hát talán igen. Vagy az, hogy azért nagyon sok kezdeményezés van arra, hogy van, aki kidobja, de nagyon sokan pedig szedik, gyűjtjük, szedik a szemetet, csatlakozunk mindenféle programokhoz. Úgyhogy talán igen, ugye az önkormányzatnak is volt ilyen csoport. Jó, hogy nem tudtunk összejárni később, de azért igen, vagy hát remélem, hogy igen. Sőt, hát az iskolában a napkollektor is egy ilyen egyedülálló dolog volt tulajdonképpen. Igen. Generátor, igen, a szakképzőben akkor. Van még egy szerelem az életedben, nyilván még rengeteg, de hogy egy, ami nagyon fontos, ez a foltvarrás, amivel te hogyan ismerkedtél meg, vagy hogy került a foltvarrás az életedben? Annácska jött 1990, és akkor nyilván nézegettem a gyerekszobákat, a gyerektakarókat, és akkor láttam faliképeket, ágytakarókat, és akkor néztem, hogy hát ilyet szeretnék én is a kicsinek, és akkor hát néztem, hogy talán meg is tudnám én ezt varni, de hát ez nagyon pepecs. Akkor gondoltam, hogy nem tudom megvarni, mert nagyon pepecs munka. Aztán vettem szakkönyvet, egyetlen egy szakkönyvet akkor még, és akkor azt mondtam, hogy mégiscsak meg tudom varni. Időm is van, már itthon vagyok. És akkor vartam egy kis falvédőt, meg egy kis ágytakarót, és akkor annyira rájöttem, hogy ez annyira kikapcsol engem. Közben népzenét hallgatok, vagy egyáltalán csak csönd van. És hogy ez fantasztikus, hát én ezzel teljesen ki tudok kapcsolni. És akkor vettem egyre több, akkor még nem volt internet annyira, hogy ott tudtam keresgélni, vagy technikákat tanulni. És akkor vettem még egy szakkönyvet, még egy, akkor már különböző technikákat. Akkor már azért vartam, hogy kipróbáljam a technikákat, és akkor tulajdonképpen így. És akkor rájöttem, hogy ez mennyire precizitást igénylő, tényleg kikapcsoló hobbi, amit leteszek, tehát nem az van, hogy tehát nem kell vele sietnem, akkor varom, amikor akarom, többet varhatok egyszerre, amelyikhez van kedvem, este varhatom, amikor hazamegyek. Tehát, hogy erre jó volt, pontosan erre a fajta kikapcsolódásra, amit otthon tudtam, mert azért tanulás, gyerek, munka mellett elmenni, nagyon szerettem járni énekkarba, karének, nagyon szerettem járni zenélni, trombitálni, de nem tudtam már eljárni, főleg föl Pestre. És hogy telnek most a mindennapjaid? Gyakorta járok Győrbe, Balatonra. Mert hogy azért kérdezem, mert ugye nyugdíjas igen, vagy most igen, már, igen. És ez egy ilyen érdekes dolog, hogy egy ennyire aktív, ennyire folyamatosan kihívásokat kereső ember, mint amilyen te vagy, aki keresi az új impulzusokat, akinek az egész élete ilyen 1000 fokon éget, hogy neki például ezek a nyugdíjas évek mennyire jelentenek kikapcsolódást, mennyire tudsz
leülni a kanapén és megnyugodni, vagy most is folyamatosan azért nagyon aktív nyugdíjas vagy? Hiányzik azért a szellemi kihívás, azt nem tagadom, hogy hiányzik. Nagyon sokat utazom. Győr, Balaton, most ott vannak a nagyobb, Annáék, nagyobbik lányom. Anyukám megöregedett, igazából voltak problémái is, most már hál' Istennek túl vagyunk rajta, nem akar eljönni hozzánk, én ezt tiszteletbe tartom, sőt, azt tudom, hogy ha egy idős embert kimozdítunk, annak lehet, hogy nem jó vége lesz. Tehát az anyukámhoz járok. Ha nem vagyok a lányomnál, akkor az anyukámnál vagyok. Itthon, amennyit vagyok, akkor ha házi munkával lefoglalom magam, illetve olvasok. Na, ami hát szégyen tulajdonképpen, hogy én igazából szakirodalmat nagyon régen nem olvastam. Verseket nagyon szerettem, rövid, tényleg szerettem a verseken elmélázni, gondolkodni, mire gondolhatott a költő, ugye? De szakirodalmat, novellát, regényt nagyon-nagyon régen nem tudtam, hát nem volt időm, meg elaludtam, tehát próbáltam, kezembe vettem a könyvet, de elaludtam. És hát mindegy, ez az igazság, és most tudok olvasni. Tehát, hogy most tényleg könyvtárba járó lettem, és most falom a regényeket, és gyűjtöm azoktól a kollégáktól, vagy barátoktól, akik nagyon szeretnek, rá is érnek olvasni, hogy mi az, amit elolvassak. És most ez így jó. Tehát ez a fajta szellemi kihívás, ami hiányzik, azt talán ezzel pótolom, inkább ez a tevékenység helyett mondjuk az, hogy tudok olvasni. Hát én nagyon-nagyon sok ilyen családban, unokával eltöltött időt kívánok neked, és köszönjük szépen, hogy eljöttél. Tényleg rengeteg pozitív energia az, ami jön belőled, és ez nagyon feltölti a beszélgető partneredet is. Úgyhogy köszönjük szépen. Köszönöm én is a meghívást.